fa a disznajra. Jézus ereje, hát nem szégyelled magad? Jaj, more, ezt nagyon beraktad. Szevasztok fiúk, mi újság van? Jobbra, 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 Gyuri, nézd jobbra. Láttam, 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 láttam. Egy knok. Még egy knok. Egy kész. Jól ősz, bakker. Azt nem találtam el. Nem volt jó. Megvannak, megvannak, mehetünk tovább. Figyelj, mert ezt most megindulok. Mondom én. Pisti, meg vagyok vadulva! Meg vagyok vadulva és gól! Jó napot! Jéééé! A kurva élet! Basszeg, rendesen libabőrös lettem. Jó. Jön maga. Mekkorát fordulunk? Micsoda taktika vagy? Na most megkapjátok. Mint a tehetnének bármiről is. Hozzáteszem, hogy még egyszer nem találtunk. De eltaláljuk amúgy. Szerintem ők megunták. Jézus úristen. Igen, csak alul kell ülni, mert ha fölül lövöd, akkor ugye nem folyik be a víz. Segítesz levadászni? Megint le van törve. Most előre. Mi a... Bevertem egy tejet arcba. Anélkül sosem megyek harcba. Jó, letörtem. Oké, okay. Engem is letörtek. Akker, ott van egy fejest. Meg egy RPG-t. A csávon rögtön tudta, hogy hova kell nézni, vagy nem. Ketten vannak, egy kok. Én halott vagyok. Hullágyozok. Jó, hát ez, hogy szétlőnek. Jó, ezek megvannak mint hárman. Ilyen pinget, mindenki halott. Így is fél óra játék után jöttek rá, lehet forralni vizet. Hát látod? Áh, nem hiszem el. Uri, készítsd az íjadat. Beleverem ezt a pirosat. Ott áll? Hát miért nem megyünk rá? Nézd meg, hallod a napfény hátulról átvilágítja a kezét. Az igen. Ezen iszkultál? ott áll a Pali, meg se mer mozdulni. Nem, de meg kiabált már. Tudom, figyelj, ne izguljál, amíg itt van a Bow Legend, addig legyen megnyugodva, nyugodtan.
Na, sziasztok, szevasztok, srácok, üdvözlök mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel. Guten Abend, jó estét, jó szurkolás, szia Karma, szia Runerka. Legyél megnyugod. Nem tudjuk ez mit jelent, de én lenni megnyugod, az a lényeg. Úgyhogy nem tudom, egyébként néztem, de elfelejtettem, basszus. Basszus, elfelejtettem, néztem, egyébként azt hiszem 10,5 óra egyébként elvileg a main story a játékban. Nem tudom, hogy mi van a main story-n kívül, de hogy 10,5 óra, úgyhogy lehet, hogy ma mégse végzünk vele, mert Steam szerint 7 óra a játékidő, úgyhogy lehet, hogy még egy picit majd valahova át fog csúszni ez a dolog. És legyél megnyugodva nyugodtan. Ja, hogy arról beszélünk itt az elhangzó dolgokról. Várj, most megyünk a régi barátok, tehát visszatérünk a Navahókhoz. Ugye itt tartunk. Na várjátok, átnyomom úgy, hogy jó legyen. Jó. Vagy mégsem? Várjál, a régi barátok is, ez valahol a Navahók után van. Jody. Hogy nem a Navahókhoz megyünk, hanem ez a csávó, aki ott volt az öreggel. Beautiful young woman you've become. Just as pretty as ever. A little sad and lost. Hát teszülje. Kicsit elveszett. You can't even imagine how much I missed you. And how's Aiden? Oh yeah. Good to see you too, buddy. Walk with me? Oh yeah. És próbálok gondolkodni most. I had to run away. I mean, I had no choice. Have they made any progress on the infra-world? Oh, they've sunk millions into developing a new condition. Tehát igazán vágom, hogy hogy. Of course, that was only possible once the army got involved. You're working with the army? Oh, Nathan had no choice, really. It's funding. On the condition. Nem igazán tudom, hogy most hol tartunk, hogy mi van amúgy. Go figure. And you? What are you working on? Most hogy vagyunk most a történetben? Most... Az a baj, hogy nem annyira néztem meg az idővonalat. Ugye a Navahók után vagyunk, de itt mi történt eddig meg velünk? Én nem tudom. I'm running a small group. We're trying to classify types of entities, see if they're different species, that kind of thing. It's not the highest priority, but I get to do what I want. Az a baj, mert arra sem emlékszem, hogy hogy kerültünk a Navahókhoz. Mikor léptünk meg honnan? Az akkor volt, amikor a Colt használtuk, hogy eljöjjünk? Talán igen. On the day you were born, a woman named Nora Gray. A child in the DPA hospital. Her child was declared stillborn. Opa! And the father? Did you learn anything about him? Tehát, hogy most akkor ugye róla beszélünk, ugye? He died before birth. Heart failure. Én is azt hittem, hogy az lesz amúgy, de... Az a baj, nem tudom most hová tenni, nem nézte meg rendesen az idővonalat, hogy most hogy vagyunk így a bevetéshez, meg mindenhez képest. Ugye nyilván a sűrítő előtt vagyunk még, gondolom. Vagy a köm se tudja. Várjál, most kiugrott a erőből, és akkor menekülés közben a Navahók után vissza, valószínűleg utána van oldulás. Jó, de itt még nem CIA is, nem? Tehát itt még nem volt meg a bevetés. Ott idősebb volt ennél, jóval. Jody, I know how you feel, but she's in a mental hospital. You might not get the answers you're looking for. I'm not looking for answers. I just need to see her. Jó lenne, meg lehetne állítani egyébként az idővonalnál. If I could look her in the eye, I could find out who I truly am. Jody.
She's in a high security DPA facility, and you're wanted by every law enforcement agency in the country. You won't be able to walk right in. Ja, de amúgy neked lesz igazad. Nothing's gonna stop me from seeing her. Na, mert mindenki körözi, akkor bevetés után kell, hogy legyünk, de baszkus, nekem ott idősebbnek tűnt jóval ennél. You've taken a huge risk helping me. Thank you, Cole. Amikor a csávon látszik, hogy megörögedett. Hey. You didn't think I was gonna let you go alone, did you? Jó fej ez a csávó. Azt kell, hogy mondjam. Szimpatikus. De gondolom, tudom, kéne mi az a DPA cucc, de nem tudom. No guard on gate, empty parking lot, something doesn't feel right. I'm not back in 30 minutes, just go. Girl, I didn't come here to wait in no car. Nem azért, azért jó. Nézd meg, és kiszáll az esőben, én ki nem szállok. Na, let's go. Hát akkor most megyünk a Motherhöz, aki, mint kiderült, ugye leadott minket, persze meggondolta magát, de akkor már nyilván késő volt. De addigra már cseszhette az egész dolgot. Oké. Okay. Igen, gyanús, hogy sehol senki. Hey, I've come to see Nora Gray. Can I see your authorization? Kérlel, a hazudik kitér. Mi legyen? Kérlel. Help me out. Look, she's my mother. I haven't seen her in... I'm sorry. All visitors must have the correct authorization. Mhm, oké. Akkor piú! Nem szarakodunk vele túlzottan sokáig szerintem. Azt mondja, mi az a gomb? Az a gomb a riasztó? Mert akkor nem az kéne. Founder, Nora Gray, 7th emelet, 43-as szoba. Hey, there's no call button. Maybe it's behind the desk. Ja, akkor az a gomb. Aha. Az a lift hívó. De ravasz, csak ő tudja hívni a liftet, hallod? Na jó. Köszönjük szépen a segítséget. A kérdés az, hogy Aiden meddig marad amúgy benne? So far, so good. A következő kérdésem az lett volna, hogy vajon emlékszik erre, hogy mi történt, de akkor úgy tűnik, hogy nem. Nagyon úgy tűnik, hogy nem. Voltosan. What now? Aiden, find a way to open that door. Ott a gomb. Jó. Chris, visszakapcsolta. Gotta start the first. Ennyi elég? Nem? Ez biztos, hogy jött le? Szép volt, és ki fog nyílni az ajtó? Te így lecsaptuk az áramot? Ki? Jó. Gyorsan, gyorsan. Ssss, csendben. Oké. Okay. Aha. És miért tököm van? There must be something. Leskelődik. De ez most egy ajtó akar lenni egyébként?
kamerát lecsapjuk. Az fontos. De nem hiszem, hogy amiatt nem mentünk volna be. Hát a kérdés az az, hogy ki tudjuk-e nyitni az ajtót, és ha ki tudjuk, hogyan tudjuk kinyitni. A kamera elfordítása az nyilván kiváló gondolat volt. De menjünk valahol arrébb. Innen a szobából nem nagyon fogunk tudni semmit kezdeni. Milyen messzire tudunk eljönni? Ja, a szokásos távolság él, viszont akkor... Vissza kéne menni az őrhöz, gondolom. Csak itt nyílik akkor. Az is, vagy nem? Nem lehet, hogy... Én arra gondoltam, hát ha vissza kell csukni... De hát nem tudunk itt csinálni lószart se. Na most mi van ilyenkor? Fogja a fejét, az ott mi? Kamera, hát azt nem annyira fordítottuk el, az jó helyen van, úgy ahogy van. Vagy mennyire lehet jó egy ilyen Aiden-szerű lényt ugráltatni, hogy csinálja meg a nehezét? Hát amúgy nyilván jó. Most nem annyira vágom, hogy mi van. Tehát itt bekukucskáltunk, nagyon jó. Mire számítunk? Annyira szeretem, hogy nem tudom lekövetni ezeket a videójáték logikákat. De mindegy, hát nézelődünk. Már itt is van egy kamera. Jó, és ez segít bármit is a helyzetünkön, hogy el vannak forgatva a kamerák? Várjál, alval nem lehet megint bekukucskálni? De bejövünk még egyszer. Már ennyit sem enged. Mi az, amit nem látok? Ott az ajtó. És egy gomb, semmi. Itt semmivel nem lehet interaktálni. A kamerákkal lehetett egyedül. Még a mikrót se tudom bekapcsolni. És beljebb megyünk. Itt mik vannak? Valami érdemleges dolog lehet? Are you willing to sacrifice your life to save this crazy world, Jody? Jody, ez miért vakarózik? Meg miért rólunk beszél, hogy mi a tökön van? Kérdés az, hogy nincs-e itt valaki esetleg, akit meg lehetne mondjuk szállni. De várjál, baszki, vagy be tudunk menni a 37-es szobába? Az mondjuk le... Nem érünk el a 37-es szobáig. Bemegyünk a 36-osba, akkor megnézzük, hogy mi újság. Ugye bent van elvileg a 37-esben. I can see you, Aiden. I can see you. Most csak ilyen emberek vannak begyűjtve, akik érzékenyek ezekre az entitásokra, vagy mi a tök? Tehát akkor 36-ig ott van. Őt nem fogjuk elérni. Igen, túl messze van. Nem lehet valahogy közelebb csalni. Ja, ugye? Most már izé? Most már engedi? Igen, ez az érdekes. Hogy ugye ideig nem engedte. Mert ugye nem tudtuk, hogy ide kell csalni. Neki kéne lökni inkább az ajtónak. Így. Semmi, ne őrítsen már meg. Na, végre. Oké, szép munka. De a másik az meg rólunk is tudott, érted? Tehát ő nem csak Aident látta, és akkor itt le kell neki húzni szépen a kártyát, és akkor fakják. Ott is hagyja, de jó fej. Az igen.
Az úgy megfejelte a falat rendesen. Ja, igen, igen, érdekes, hogy ezeket így összegyűjtötték, ezeket az embereket. Ott a kártya, el kéne venni. Jó. Lehúz. Megnyom, megnyom. Irány a 37-es szoba. Nem tudom, hogy hány kamera van, meg hányat fordítottunk le. Mi van? Can we find room 43 and get the hell out of here? A hibbant népek. 43, nem 37-es szoba volt? 7-es emelet? 43? Nem biztos, hogy szeretnék különösebben szerepelni a felvételeken. Már így is szerepelni fogunk, vagy nem tudom mennyire üti ki a kamerákat. Meg hogy a túloldali kamerák mennyire látnak át esetleg ide. Kíváncsi vagyok. Próbáljuk már meg, hogy kiütögetjük a kamerákat. És akkor lesz-e ilyen, hogy a járt meg járatlan utaknál. Hogy hozzányúltam a kamerákhoz, vagy sem. Oké. Okay. Jó, ne dumáljál már, hát nem vagyok süket. Na akkor irány a 43-os. Jó, le van zárva mindegyik. Oké. Okay. Na lássuk, milyen állapotban van. La mama. Jody. Jody? She may have lost her mind. She might not even know you're there. Maybe you shouldn't go in. Jaj, ne dumáljál már. Viszont meg se nyomod semmit. Nekem valamiért a 37 rém lett, ne kérdezzétek, hogy miért. Ott ül infúzión a sarokban. Nincsenek bekamerázva, érdekes. Érdekes, maradjunk annyiban. Azóta itt van a nő, mióta Jody megszületett, bakker. És hogy szedálják vajon non-stop, vagy miért ül így? Tudod, hogy valamit nyomnak bele, azt szedálják, mint a dög. Na, húzzuk ki a kanült, az hátra segít. Hopp, válaszolt valamit Aiden. Na nézzük. Ja, hogy a csajnak az emlékeit bele tudjuk préselni az agyunkba, az jó. Na nézzük, mi is történt vele. Well done, Nora. Ja, hogy neki is megvoltak a képességei. The mother and the father, both gifted. Do you realize how important this baby is? Ja, hogy mindkét... You won't be able to, Nora. Let us take care of everything. It's for the best, you know that. My baby! Bring her back! I've changed my mind! I want her to see her! Sedate her quickly! Please! Get the baby out of here! I want to see her! Please, let me see her! I want my child! No, she may develop some special abilities. Let us know as soon as anything unusual happens. Increase the dose. Make sure she never regains consciousness. I'm sorry. I'm sorry. Tehát 20 éve ott ül a csaj, azon a széken, leszedálva.
Egyrészt. Másrészt. Meg odaadták a csajt nevelőszülőknek, akik pontosan tudták, hogy lesznek képességei, a nevelőanyához ennyire hozzánőtt? Mert amúgy nagyon úgy adták elő, hogy ők az igazi szülei. Amikor ugye elhozták a Dokihoz. Jó, egy picit furi ez most így. Destroy this thing, Aiden. Destroy it now. Na, mi vagyunk alatta. Hogy ez az anyánk? Ja, ez az anyánk. Ó, megtisztítjuk az anyánkat. Tehát az őrült csóka faterja volt. Hát, nem, hát az előbb mutatták, hogy ugye... Hogy melyik őrült csóka. My little girl. Ó, behatoltunk az elméjébe? Nem úgy megy az. Tehát szereztek két embert, akinek vannak képességei. Összepárosztatták őket, aztán lenyúlták a gyereket. Az kemény. Jody, I've missed you so much. What happened? What did they do to you? The drugs they gave me trapped me in this hell. There's nothing I can do. Just wait for it to end. I'm gonna get you out of here. I'm gonna help you. It's too late, Jody. It's too late. I love you more than anything else in the world. Nothing will ever change that. Tehát eleve miért tartották életben a nőt? Tehát mi a franc értelme volt életben tartani? Azt mondja meg nekem valaki. De mi az, hogy túl késő? Minek okán túl késő? Vagy aki látta Aiden-t? Á, nem hiszem. Hogy ő lenne az apja. Most az apró is honnan tudna Aidenről? Érted? Hát már csecsemő korában elszakították. És gondolom csak Jody tudja, hogy Aident Aidennek hívják, vagy ő nevezte el Aidennek? Vagy amúgy tényleg az a neve? Marad! Minek okán lehet maradni? Kapunk valami interakciót, hogy elhozzuk a csajt? Hogy miért van olyan opció? Ú, meg tudjuk ölni? Őszintén nem tudom, hogy miért nem tudtunk segíteni rajta, de... De bevallom férfiasan, hogy bizonyos esetekben azért az eutanázia híve vagyok. Tehát most azért, hogy itt legyen még saját testébe bezárva éveken át, az gáz. Viszont két dolog van, az egyik az, hogy ez azért kemény, azt meg megölni a saját anyját, a másik meg az, hogy rá van kötve egy monitorra, ez semmilyen távfelügyeletre nincsen vajon rá kötve, nem látják, hogy megállt a szíve? Most már nincs miért maradni. Hát hello, sziasztok! Ú, de keménynek hiszed magad. Nem tudja, hogy ex-CIA ügynökök vagyunk. Hát az nem úgy van, hogy él, ameddig él, tehát érted, folyamatosan gondozták, gondolom, kellett, hogy legyen katéter,
át kellett mozgatni, hát se izomsorvadás elejét nem mutatta, érted? Se felfekvés, semmit, tehát azért napi szinten gondozni kell. Még akkor is, ha nincs magánál. Mosdatni. De nem csak úgy oda be volt rakva a sarokba, hogy üljé. 15 évente ránéznek. Szóval milyen ülő garnitúra van, gyerekek, oda nézzetek. De menjünk a kompjúterhez. Nem tetszik, hogy ekkora monitorok vannak itt, vagy mi ez? Kik vannak a fotókon? Azt csekkoljuk le? Le lehet csekkolni? Így, óvatosan. Valami nagy menő bácsi vagy. Mondjuk lehet, hogy Aidennel körül tudnánk gyorsan nézni át, ha van itt valami érdekesség. Jó, szerintem nincs. Nem lehet normálisan felnézni. Megnézzük normálisan közelről, hogy mi van fent. Van egy aranyos kis hógömb. Apának. Gondolom, apa volt a fényképem. Már mi ez a konzol itt, vagy mi az össz? Valami bioszkenner? Ja, ilyen tenyérlenyomat olvasó. Nem lehet ezt meghackelni? Várjál. Nem lehet itt semmit hackelni, de irány kifelé. Hát amúgy az még egy nagyon durva fordulat lenne, hogyha kiderülne, hogy az apja van az egész mögött. Mert amúgy ez valószínűleg szerintem sem itt a CIA. Vagy de. Nem, ez a DPA, nem? Mondjuk az apját gyanúsan nem mutatták. Kiderülne, hogy ő az apja. Tehát akkor ez egy második sűrítő. Nézzük, aha. Ez a DPA központ, ugye ott van a falon. Amúgy igen, nagyon, nagyon sok mindent elnéznek neki. Meg fogják, érted, idehozzák, hogy hello, szia. Please, have a seat. És tényleg ő lehetne az apja? De hogyha ő az apja, akkor neki is vannak ilyen képességei. I'm sorry, I told them not to hurt you. I just didn't want to give you a chance to use Aiden. How did they find me? They've been tracking you ever since you escaped. They wanted to kill you. But I convinced them to wait for a while, watch you from a distance. Why did I get darabig? Where's Cole? He's at home. He's fine. I know he was trying to help you. Don't worry, there won't be any consequences for last night. What happened to my mother, Nathan? No, erre válaszolja. Nora wasn't stable. Mm-hmm. They were afraid she was a danger to herself and her baby. My mother would never hurt me. They couldn't take that chance. Look, I was a researcher at the DPA, Jody. I didn't discover until much later what happened. Ászülők. Why all the lies, Nathan? Those people pretending to be my parents. The DPA thought you needed a stable emotional environment. A home, loving parents, some semblance of a normal life. Whatever would help us study you in the right conditions. Study me? Study me? What was I to you, Nathan? A little lab rat? I was just a
girl, for fuck's sakes. I was just a little girl. With a link. The link between our world and the infra world. You were everything we ever dreamed of. So now what? You're just gonna hand me back to the CIA? Is that the plan, Nathan? They brought you here because they have something for you to do, and they'd be very grateful if you do it. Keserű. Help them? You want me to help the people that took away my mother and stole my life? I mean, haven't I done enough? We know another country has discovered the infraworld. They think it's something to be controlled or manipulated. They have no idea what they're dealing with. If entities enter our world, do you know what that would mean, Jody? What has all this got to do with me? Because you know the infraworld better than anyone. It's the CIA's job. And I'm done with that. Kíváncsi vagyok, hová fogják ezt most kifuttatni. They want to offer you a deal. Meg hogy meddig lesznek ilyen kedvesek? You do this for them. And they let you out, you're free. Jaj, finom kis zsarolás. You know what would happen if a passage is open? It'll be the apocalypse. You have the power to stop this. De miért másokra mutogat, amikor bazdmeg most építettek egy új, minden eddigi nagyobb sűrítőt? Ők vajon mit akarnak csinálni? Nem kérdeztél Dawkinsról? Hát azt hittem mindenkiről lehet, de az elfogyott már. Elektromos panel. Igen, véget vetettél Nora szenvedésének. 72% a játékosoknak végzett vele. Megismerted az apád nevét. Nem tudom, melyik játékkal játszom, vagy mit nézek. Most akkor megismertük az apám nevét? Tudja valaki, hogy mi az apa neve? Én lehet, hogy a Cseh 2-t néztem, vagy nem tudom, de én lemaradtam amúgy. És az emberek 98% elvette a medál. Nem? Ti se tudjátok az apja nevét? Mert amúgy azt mondják, hogy megtudtuk az apja nevét. Vagy amúgy ki ez a Dawkins? Vagy ő lenne az? Akiről nem kérdeztünk? Hát az a baj, amúgy is bajban vagyok a nevekkel. És akkor azt mondja, hogy eligazítás, és akkor nem lehet itt megállítani? Igen, küldetés. Nem tudom sorba nézni. Értem, nekem nincs meg a neve. Republic of Kazakhstan has discovered the existence. Nem hallottam egy szót se az apjáról. Conducting experiments from a secret base located in the province of Heilongjiang. We don't know what stage they are in their experiments, but we've detected important fluctuations within the infraworld. That means they found a way to interact with the other side. Now your mission is to destroy the megsemmisítse a sűrítőt. Mm-hmm. If we manage to destroy the condenser, the rift will still be there. Well, building a condenser is a costly and time-consuming business. But this operation will gain time to better understand the world and make sure that no one try to use it against us. I assume the site will be heavily guarded? Well, you should expect considerable military resistance. Csak most ezeknek is hagyjuk, hogy palira vegyenek? Show them in, Marla. Na nézzük a csapatot. A kis cipet csapat. Hey, baby. Good to see you, girl. A kurva élet. Clayton's team goes with you, a small, agile commando unit able to avoid detection. A kis rohadék ott van hátul. Begins in 2 days. Good luck. Most ennek az infravilághoz megint mi köze van? A sűrítőt kell csak szétcseszni. Don't worry, papi. I don't think I'm ready to join the infra world yet. Good. Because I don't want to lose you.
Már több ízben elveszítettem a fonalat. Tehát most csak a sűrítőt kell szétcseszni, akkor miért van rá szükség? Tehát azt bárki szét tudja cseszni. Azt nem kellene különös képességek, vagy különleges képességek. Túl egy tasli, remélem lesz olyan gomb. Agresszív B. Hú, de én állon akartam vágni. Ez volt az agresszív, hát gratulálok. Aiden is even less forgiving than I am. Én állon akartam csapni. Right. Mi a tökön van? El lettünk ámbítva, vagy mi az ez? Jó, hogy elfogtak, értem. Az gond. Remélem, az a kis geci van ott hátul felkötve. If you refuse to cooperate, I will have no choice but to kill you. Of course, I will kill you regardless. But it could have been fast and painless. De legalább nem köntörfazik a csávó. Így is úgyis megdög lesz. And agonizing death. So, I ask you one last time. Who do you work for? Aiden. Where are you? Hogy jutottunk el idáig? Picit, mintha ugrottunk volna. Veszek volnánk mi? It's completely deserted! Ó, jobb be vannak amúgy öltözve, csak mondom. Most ezek hová mentek, Szibériába? Right on top of the coordinates. The storm's getting worse. What do we do now? Yeah, hófehér kamuflásban vannak. Ask Aiden to find a shelter somewhere. You hear that, Aiden? Hallottad, Aiden? Mi a tökömet kéne találni? Meg most ez miért kell, Aiden? Milyen messzire tudunk elcsatangolni? Érdekes, most nagyon messzire elenged. Ez lesz az. You're freezing out here. Could you please find somewhere? Ez lesz az. Ó, meg is van. There's a house over there. Got it. Let's go. De várjál, mi az előbb nem hátul voltunk? Hogy rosszul láttam? Mi voltunk hátul? Ez az, ugye? Ez. Az is furcsa, hogy izé van. Nem ilyen hótaposú tenisz ütőtalpakban szoktak sétálni? És minden csak úgy kint hagynak a picsába, ott ahol vannak. What are we doing here? It's just a goddamn fishing village. Our informer duped us. That's what happened. We better get moving before they have to dig our frozen dead asses out of here. 3 days, walking on ice, eating snow, for nothing. Fuck! Find the asshole that sent us here. Hey! Look, I'm sick and tired of hearing you complaining. That's all you have to say, then shut the fuck up! They came in the travel. You think maybe we could build a fire first and argue later? She's right. Set up camp here till the storm blows over. Hát Mackenzie azért az jobban hozzá van szokva. Egy kemény edzett férfi. Nem ilyen puhány. Cirszar. Vigyázzatok! Én megoldom, ti bénák. Fucking genius. Give me five, Vince. Aha. Did you see that, Jody? Yeah. Yeah, great work, guys. Ja, szép munka az.
Csak azt nem tudom, hogyha ennyi ház van egymás mellett, és van egy ilyen állapot, akkor többi, hogy lehet annyira amúgy szétesve. Nem? Tehát nekem ez egy picit furi, hogy ennyire eltérő az állapotuk. Dévünk Mr. Rohadékhoz. Meg nem tudom, mi az az őrgés, olyan, mint a jégesnek közben. Nézzük, azt még hülyeségeket is beszél a csávon, nem normális. It probably won't make you change your mind, but I regret what happened. You're right. It doesn't make me change my mind. I'm gonna go out. I'm desperate for a pee. Kimegyünk pee-ilni? Hol az ajtó? Ja, túloldalon. Iszunk, vagy abba fogunk pisilni? Jön kell pisilni, erre megitatom. Össze fogja magát húgyozni. Akkor hagyd ezt a tárcát, de a táska nem kell most. Vagy kéne vinni papírt? Jézus úristen, el tudjátok ti képzelni? Mínusz 40 fok. Á, hát én meghalnék. Már a gondolatba is beleharokom, hogy ott a WC. Ott fogunk pisilni. Hát ilyen időben elővenném a cerkát, lefagyna. És hogy éltett túl Karma? Most őszintén. Hogy lehet azt túlélni? Hogyan akarunk oda bemenni? Mínusz 36. Jézusom, nagyon durva. Bár nekem van egy elképzelésem róla, hogy amúgy... Van egy pont, amikor már annyira nem durva. Tehát mit tudom én, tehát 0 meg mínusz 10 között, és azért szerintem jóval nagyobb a különbség, mint mondjuk mínusz 10 meg mínusz 20 között. Hogy minél lejjebb menjünk, már annál kevésbé érződik, de én előveszem a cerkát és lefagy, de neki az egész valaga odafagy, nézd meg. Mínusz 40 pedig kirakod a segged, az fincsi lehet. Főleg így. Az meg ott Google, érted? Csinálja a dolgát. Faszán kihagyták a léceket is. Mondjuk az, hogy minden fejér nehéz észrevenni. Gatyáját visszaúszta. Hát érted, amúgy úgy, hogy bennülsz a kocsiban, az csalás egyébként. Lehet ezt a szartom. Nem, ő nem olyan élős. Nem vették észre? Nem vették észre, hogy elment egy konvoj itt mellettük? Elmentek mellettem, mindenki mellett elmentek. Egy percet az orrodba befagynak a szőrszálak és összetapadnak. Na, az jól hangzik. Ja, hát igen, nyomatott ki a párás levegőt, mi? Fú, gyerek, nagyon durva. Na, nyomassuk neki. Ez a max tempó? Hú, nagyon rossz ez a kamerarángás. Ennyivel a cucc előtt sikerült megállnunk? Itt panaszkodtunk, hogy semmi nincs itt, és akkor 20 méter előtte megálltunk. Menj Aiden edzébe. Annyira fúj a szél, még Aiden is alig tud széllel szemben menni. És ezt ilyenkor Jody látja, amit Aiden lát? Ja, és ezek a tenger alá merülnek? Soldiers. They're loading crates into
submarines. Látákat rakodnak valóban? That means the rift is... It's underwater. I mean, they must have a base down there and they're using the subs to shuttle supplies. Látjátok, erről beszélek. I can see three. Látákat pakolnak, én egy láda pakolással láttam. Aiden? Get rid of them. Hogyan? Erre rá lehet csapni a tetejét? Kitől hogyan kéne? Pedig a mínusz 15 az meg annyira nem is durva. Várjál most... Hol a többi? Hogy már csak egy maradt? Ja, itt van. Őt meg tudjuk szállni. Most tényleg megint ugrálunk, vagy fütyülnek? Igen, itt amúgy lehetne játszani gond nélkül. Sőt, amúgy... Muszáj megölni amúgy? Tingsa! De hogy én is arra gondoltam, hogy úgy kéne megoldanom nekem is a gépet, hogy a... A studinak az egyik fala, az pont a garázsnak az egyik fala, és át kéne rakni a garázsba a gépeket, akkor hadd fűtsék a garást. Nyáron hideg van ott, érted? Vagy hűvösebb van télen? Is hűvösebb van, vagy hogy mondjam? Tehát igazából ide soha nem fűtene, és mindig hűvösebb lenne a gép. Kéne nyitni a kaput, nem? Gondolom, mielőtt végez magával. Azaz. Hogy vele mi végzünk? Úgy láttam, igen. Ó, bassz meg, még benne volt. So, what do we do now? Kemény lehet, rendesen érezte, amit ő. Just give me a second, okay? Most hová kéne menni? Vagy meg kéne várni, hogy valaki csodás felfedezést tegyen? Vagy elviszünk egy tenger alatt járót. Mondom, nem ok nélkül maradt ez itt, nem? What exactly are you doing? I'm finding a solution to the problem. Nice idea, but it won't fool them very long. Yeah, well, maybe not. But that fucking rift is not gonna shut down by itself, is it? Okay. That might work from a distance. Then what? We take the sub down to the base. And then we take it from there. I'll go with her. What about us? It's a two-seater. You stay here, you find us a way out. By the time we get back, akkor ezért voltak csak ketten. What? Wait, that's an order, Nick. Mert ugye ketten mentek le, csak kettejüket kapták el. Azért nem láttuk a többieket sem. Még jó, hogy ki vannak képezve valami tenger alatt járó vezetésre is. You do realize we might not make it back alive, right? Yeah. Yeah, I've known that from the start. Javítás alatt volt? Szerelte az a csávú egyébként, aki ott hasalt? Vagy pakol? Én nem is tudom, mit csinált. Jó, és akkor most kéne nézni az izét?
A radart? Na, gyerekek, mondtam én, hogy ma Subnautica lesz. Nem hittetek nekem. Pedig nézzétek meg, ott is van. Hát az, azt vágom, hogy egy, ez egyik csávhoz vágom, akinek felvettük a ruháját, az ugye ott hasalt benne, de úgy nem néztem, hogy különösebben mit csinál, csak hogy bele van hasalva. Tetszik, hogy ilyen szépen ki van világítva az útvonal. Rámítottak rá, hogy én is jövök. A radaron amúgy jobbra már látszik valami, ez mi? Oda, ide fogunk ráfordulni vajon? Aha, ide jövünk. Hú, bassz meg, de megijedtem, neki mentünk. Látnám, ha nem hajolná bele a kibaszott képbe. Au. Nem kéne erre válaszolni? Ez jó, remélem ez nem kérdés volt. Tehát... Nem tudtak volna olyat oda küldeni, aki beszél, érted a nyelven? Ugyan nézd, azt ott van a nagy sárkány logó, meg minden. Igen, akkor már csak az a dolog érdekel, hogyha lent van a hasadék a tenger alatt, akkor hogyan találták meg? Tényleg, itt, ahol ilyen hideg van és be van fagyva. De nem, hát behajol a képbe. Imádom. Ez pont olyan, mint amikor így próbálok tolatni. És akkor Fruzsi is, meg Kata is azt csinálják, ha előülnek. Tudod, hogy így ülsz, próbálsz tolatni, nézed a tükröt, és mindenkit érdekel, hogy mi van hátra, és mindenki így belehajol a tükörbe, és mindenkinek csak a fejét látod, ahelyett, hogy hová mennél. De ez a csáv az ugyanolyan volt. Na hát pont lesz szarjuk. Adjatok neki. Az. My questions are simple. A golyóit vág le elsőnek. I want to know your name. Who you work for. And how you learn of the existence of this base. Of course, you also have to tell me what happened when you crossed the containment field. Say nothing, you hear me? I'm going to ask the same questions over and over again until you answer them. Vágjat. What is your name? Ne viccelj velem. Vágjat. Vágjat. That looks painful. Vágjad! All you have to do is answer. Lesz hülye, bassz meg. Vágjad, mondom! Vágjad! Still won't answer? What do I have to do to make you speak? Nem beszél magyarul. Vágjad, mondom! Perhaps you will not remain silent if I go a little further. Vágjad, bassz meg! Köci! Azt hova dugta be neki? Kicsűrte a szemét? This is so unnecessary. You only have to answer and this nightmare will come to an end. Húha! Hallod, így is kemény volt nézni, nem mutatták. Answer. I beg you. I hate to see people suffer for nothing. Na most már beszéljünk, mert minket is szét fog cseszni, nem figyelünk oda. Szemet szúrt neki a dolog, az biztos. Bassz meg, rendesen összerándultam. Jé, ez hogy kikapta a szemét? Az így beleszúrt, a kicsit megforgatta benne. Nem baj, mert a csávónak majd később, hogyha elmegy és kezelteti magát, akkor valószínűleg majd eljön az a pillanat, amikor elmondhatja magáról, hogy az egyik szeme sír, a másik pedig üveg.
Now what? We find the condenser, destroy it, and get out. Ja, most visszaugrottunk. Aha. Any idea how you plan to do that? De szép szeme volt. Látjátok? No. But I'll figure something out. Miért vicces? Mert vicces, nem? Mi viccesnek találom, de... De lehet, hogy egy beteg állat vagyok amúgy. Nem lehet tudni. Anshin is panaszkodik, amikor civileket meg állatokat ölök. Jody, don't get too close to them. Can't just wait here. Nem azért, de... Ryan, ez nem túl nagy darab csávó ide. Azt itt a nagyfőnök. Na, ezt kaptuk. Nem jutottunk messzire amúgy. Mi a fasz? Jody! Jody, what's happening? Hayden nem tud bejönni. Micsoda? Na, takarodj-e majd ilyen technológiájuk van. És most leválasztják róla? Mit mondott rá, egy elkülönítő? Hát azért rohadék az a Ryan amúgy. Most meg lehet sajnálni, hogy jaj, szegény. Hát egy rohadék. Hallod ezt? Ez milyen durva, hogy ezeknek már ilyen technológiájuk van. És milyen trükkös neki megyek, és eleve úgy állít be, hogy erre visszafordíti, hogy erre menjen, hülye gyerek. Miért nem tudok amúgy bárhol átmenni a falakon? Azt mondjátok el nekem. Szóval... Tehát ezért nem segített Aiden. Gyakorlatilag. Kéne őt bántani? Tehát ezért nem segített Aiden, mert le lett választva. Aiden, I need you. Hát fél, szerintem amúgy nem kell neki meghalnia. Nem tudom, ő itt mészárolni fog? Most kezdjünk itt is megölni mindenkit, de miért? Csücsű, ott volt egy kapcsoló, az mi? Ó, vészleállító. Ja, hogy hogyha leállítottuk volna... Üljünk meg mindenkit? Csóriért? Érted, most neki is van egy családja, meg mit tudom én. Hát nem mindegy, mindegy, az ő lelke, az ő vére, Runerka, a te kezeden szárad. Jó, maradjunk annyiban. Where are you, Aiden? Tehát a feladat az, hogy kikapcsoljuk azt a szart. Hogy oda tudjunk menni. Ha visszajövünk ide a szobába, akkor ezekkel már nem tudunk mit csinálni. Hát akkor merre tovább? Jó, hát nem erre. Most
Most nem tudom, hogy most megint kéne keresni magunknak valakit, akit meg tudunk szállni. Azt a izét kéne akkor mindenféleképpen azt a shutdown-t lenyomni. Gondolom én. Kávé, zuhany, alvás, balra. Ez itt mi? Aiden. Ja, hogy, ja igen, itt kell, hát akkor menjünk, próbáljuk meg. Egyveres, azokat lehet megszállni, akik narancssárgák. Ugye a piros színűeket lehet megölni, a narancssárgákat lehet megszállni, a kékekkel meg semmit nem tudunk csinálni. Csak a narancssárgákat tudjuk megszállni. Most az előbb egyébként a kar meghúzásnál elengedtem, tehát csak egy pillanatra nyomtam előre az analóg kart, és most nem tudom, hogy amúgy nem engedték volna. Eleve, hogy meghúzzam, vagy én csesztem el. Miért nézett ide? Ja, viszünk fegyvert. Oké, akkor gondolom eleve nem engedte volna, hogy ez meglegyenek. Vagy hogy ez meglegyen, hogy eljövünk a fegyóért. Pak, pak! Pak, pak! Azaz. Jobb, mint a kart meghúzni. Ja igen, jó, hogy nem él. Ja, csak most... Igen, csak azzal kinyitottuk most, ugye... Kiengedtük a többi entitást is. Bakker. Amit azért nem értek, tehát idáig itt bent nem bántottak senkit, akkor most... Akkor most kint... Kint miért vagy? Érted? Ja, várjál, most két helyen kell gyógyítani. Jó, az jó. Az alsó medencéje is sérült. Oké, megvan. Én értem, hogy ott volt a shield, de emberek voltak a shielden belül, és nem lett semmi bajuk. Tehát bent miért nem támadtak? Érted, hogy mit mondok? Ez a része furcsa nekem egy picit. Nem az volt, hogy így le volt zárva, és akkor mögötte sem volt senki, mert akkor baj lett volna. Menjél, valamerre bazd meg a szélük utána. Dehogy kell megtalálni. Egyébként meg Ryanre vissza... Ryanre visszatérve... Ja, nem tudok bevenni. Ryanre visszatérve megmondta, hogy ne beszéljünk. Kezdjük a térgyével. Térde a legfontosabb, hogy térdével kezdjük. Jó. Most visszavarázsoljuk a szemét. Mert fel kellett volna pofozni, de nem pofoztuk fel. Jó, ez bentről kifelé. Á, nem hiszem, hogy visszanő a szeme amúgy. Csak úgy élni fog, aztán kész. Jó, de most már nem haragszunk rá. Go back to the subs. Wait for me. If I'm not back in 15 minutes, just go without me. You crazy? Jordan, we've done it. The base is destroyed. Let's get out of here while we still can. The rift is wide open. Entities are just gonna come pouring out if we don't close it. It's too late, Jordan. We gotta go now. Nézd meg, beszarít. It's the only way. You know that. Beszarít. És nem, hogy azt mondta, hogy elmegy, bazd meg a tenger alatt járókhoz, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy... Figyelj! Igen, nem hagylak egyedül. Erre kihallgatószobából. Melyik a kihallgatószoba? Csak kérdezem. Jobbra? Nem megy ki. Nem fér ki. Elhízott. Anyád, 700. Úristen, itt.
Na, ez a bácsi volt benn. Take care of that bastard. Bastard. Hát játok, ő piros, őt meg lehet ölni. Ilyen szempontból elég vezetett a játék, hogy megmondja, hogy kivel mit tudsz csak csinálni, tehát nem lehet mindenkivel minden. Menj már be, kérlek. Hát az még ilyen nincs. Most a jó. Menj be! Itt van. Explosives. Ja, ez az, amit mi hoztunk magunkkal, ugye? Így, hogy nem bírok átmenni az ajtókon. Nem kell egyiket se elintézni. És merre kéne menni amúgy, mert azt nem annyira vágom. Onnan jönnek, akkor arra megyünk. Vagy most pont kifelé megyünk és befelé kéne? Honnan kéne tudnom, hogy merre kell menni? Itt ilyen fények vannak, úgyhogy ez jó lesz. Itt a búvárruha, ebbe belebújunk. Most amúgy miért feltétel az, hogy elmenjen az áram? Amúgy ez a ruha, ez menő. Nézzük, és meg létrázik. Ahelyett, hogy beugrana. Stay close, okay? És most megkapjuk Aiden? És vele megyünk? Vele követjük? Jodie-t? Vagy Jodie-val megyünk, vajon? Pont ezt akartam mondani, hogy nincs az Isten, hogy nem világít. Keep calm, Aiden. Az ő, hogy Aidennek mondogatja, hogy nyugodja meg, érted? Szerintem kettejük között nem Aiden az, aki ideges, vagy közül. Várj, hát robbantani lejövünk? Vagy nem tudom mielőtt. Mire gondolsz, hogy a hasadék az lent van? Igen, most megyünk a hasadékhoz. Ugye a hasadék itt van lent. Valahol itt van megnyílva, és innen jönnek a dolgok. De nem is értem amúgy, az meg az egy folyosó volt lezárva. Miért ott jöttek az entitások? Meg azt sem értem, hogy amúgy most miért nem támadnak meg. De itt van, látod, itt van a masina bal kézre, ezt kéne szétsűrni. Gondolom ez a sűrítő. Aha, ott a hasadék. Hát igen, a hasadék az nagyon fontos dolog az életben. Van egy kor, amikor az ember rájön, hogy a hasadék a minden. És ezért uralják a nők a világot. Jó, egy töltet elhelyezve. Biztos, hogy nem fogják hagyni amúgy, hogy elhelyezzük az összes töltetet. Tudod, hogy itt menet közben ránk fognak támadni. Kérdés az, hogy ettől bezárul a hasadék, vagy csak beszűkül, vagy mi lesz? Jó, 3-ból 2 a helyén van. Meglepne, hogyha nem támadnának meg. Lehet, hogy módosítom a kijelentésemet. Azt mondom, hogy robbantani nem fognak simán hagyni. Ó, be lesz időzítve. Oké.
Ezek össze vannak kötve? Vagy miért csak az egyiken indított el az időzítőt? Arra kell menni, onnan jöttünk? Még jó, hogy beállítja a játék a kamerát, mert amúgy bajban lennék. Nem tudom, hogy víz alatt a lökés hullám az... nagyon kellemetlen? Ugyan, mi? Várj, te... Basz meg. Ajaj, vagy nem erre kéne amúgy menni? Azt betriggereltük amúgy. Amúgy eléggé hasonlít egy azért a ilyen mélytengeri halra. Van az a hal, aminek ilyen rohadt nagy fogai vannak. Meg van egy ilyen világító bóbitája, azzal csalogat, ez arra hasonlít. Úgy lemaradtam, baszkert csetet néztem. Ez az, futás. Menjél. Nyomjak, hogy felmenjél. És ami nem jön ki. Nem jön ki a vízből utána. Ezek víz ilyen társak úgy tűnik. Hallod, milyen csúnyát mondott a bácsi? Greatest discovery the world has ever known. Destroyed! Because of you, stupid American bitch! Ó, lerigyózott és annyira megsértett, hogy elfelejtettem kivédeni az ütést. Dur! Ez gond. Lehet így bánni egy hölgyel. Azaz, adjál neki. Gyerünk. Bazunk már rég elütött mellettem. Annyira jó, hogy csomószor tényleg nem látom, hogy melyik irányba kéne tolni. A kis barátom. Azaz, kikerültük. Hogy hány, de miért nem segít? Az jó kérdés amúgy. Az idióta. Pont a fájós kezünk. De nem jó irányba nyomtam. Már így bánni tényleg egy hölgyel. Azt elvitte amúgy. Elvitte játszani. Oda nézzél. Baszd meg, milyen tigris bukfenc. Rúgjad pofán! Gyerünk! Rúg pofán! Azaz! Várjál, merre megyünk, igen. Oké. Okay. Semmi gond, ne izguljatok, nyugodjatok meg, kippolm. Jó lenne amúgy a játékokban raktának ilyen mérőt, hogy itt tényleg így látnád. Főleg ezeknél, amik ilyen vezéreltek, így nem nagyon lehet elhibázni, tehát így nagyjából azért látod, hogy milyen hosszú a játék, hogy itt írhatná, hogy hány óra van még vissza nagyjából. Oké. Okay. Jó, gyorsan kell. Ja, csukódik a kapu, nem értettem, hogy itt nézünk.
és nincs mivel elmenni. És nem járt le a 15 perc, csak finoman jelzem, és mindjárt felemelkedik. Nem klisés egyáltalán. You didn't think I'd let you down, huh? Lófasz, nem gondoltam, te rohadék. Azért jó, jó meglódult az a tenger alatt járó. De ez nem is tenger alatt járó, ez csak valami kis lófügy. Gyerünk a rendszer újraindítás. Akkor ki kell dugni a lábakat és lábba kell hagytani. We're gonna drown. We're not far from the surface. Maybe we can make it to the top alive. Külön megemlíti Jodinak, hogy nézd, kiukadt a hajótest. Közben egyébként, ha megnézitek, spriccel folyamatosan Jody fejére a vízért, tehát ő biztos nem vette észre. Ja, igen, ja, fel kéne állni még ma. És a tenger alatt járóban nincs valami, és semmi légző dolog. Gyerünk RB-RB, vagy nyomkodni kell, mint a hülye? Reanition? Na, hol vagyunk? És milyen jó lehet amúgy vizesen kimászni, ha nem tudom, 0 fokos vízből, vagy a 2 fokos vízből a mínusz 40-be. Tehát legjobb lehet. Bár ez a csaj amúgy... Hol ölt? Hol öltözett be ebbe a ruhába, Jody? Vagy ez, a, ez az úszós cucc amúgy? Ez a ruhához járt? Jó, hát gondolom, hogy kéne lennie nyilvánvaló, tehát értem. Tehát én is egyértelműnek gondolnám. Hogy a repülővel visznek ejtőernyőt, bár ez még annál is rosszabb. Fuck, I hate the cold. Sorry, Butcher. I... Ezen a ponton szeretném megemlíteni, hogy körülbelül 85-100 méterre vannak a kályhától, amiben tüzet gyújtottak. Mi volt a kérdés? Meg tudsz bocsátani? Meg, bazd meg. Vagy... Mi volt? Vagy mérges? Az volt a kérdés, mert akkor rosszat nyomtam. Igen. I love you, Jody. Irónia. De elirult a szájuk csóróknak. De most miért tücsörögnek ott egyébként, mire számítanak? Gyakorlatilag jobban járnának, ha vízbe maradnának, szerintem. Igen, persze, hogy szeretlek. Szép szemednek nincsen párja, fiam. De tényleg, itt vannak a halászfalú mellett amúgy. Egyrészt, másrészt, Aiden nem tudja amúgy felmelegíteni őket, vagy majd a szerelem tüze? Nem eleve nem tudjuk, hogy most Aidennek amúgy mi volt vele a baja, tehát hogyha most a változást mutat, akkor lehet, hogy Aiden is jobban fog vele szimpatizálni. Csak fognak ott meghalni, pedig amúgy szép befejezés lenne.
Hát itt nincs mit meggyújtani. Honnan szedték ezt a verdet? Élnek még? Nem nagyon voltak már összebújva, hogy mi van? A sárkány barlangja. Na nézzük! Na várjál, ott kezdődik a dolog. Ez mi a fasz amúgy? Veled egyezően ezeket az útvonalakat választó játékosok százalékos aránya, hogy a százalék megjelenjen, bejelentkezve kell lenned. Lehetséges viszont, hogy korhatáros fiókok esetén a PSN hálózatába bejelentkezve a 0%-os értékek nem jelennek meg. Na most ezt értékeljük már, srácok, hogy most ilyenkor mi újság van. Tehát van egy útvonal, amit kisebb próbáltunk, és bazd meg, hogy nem bocsátottunk meg Ryannek, mert nem figyeltem, én meg akartam neki bocsátani. Na mindegy. Elcsesztük, még össze lehet amúgy szerintem őket hozni valahogy. Sikerült a PC port. Ja, szuper lett. Pedig érdekes lett volna. És hol vagyunk? Good night, princess. Valahol visszajöttünk. Is Nathan okay? When will I see him again? Oh. I don't know, honey. He hasn't left his office in 3 days. Ja, azért után vagyunk. Most halt meg a családja. More than anything in the world. But we can try again tomorrow, okay? Viszont nagyon jól elterelték ezzel az akcióval a figyelmünket arról, hogy ki a csajnak az apja. Akinek ugye tudjuk a nevét. Én nem, de ti biztos. Mert hogy állítólag megtudtuk. Jobbra fordul, balra fordul. Igen, ez már volt. Ez már volt, és itt lett vége. És nem derült ki, hogy mi a szar van, hogy ez is ki a tököm. Korábban is volt már ilyen kísérlet, tehát lehet, hogy ő nem az első. Egyrészt, másrészt a csávó nem figyeli, hogy mi van a csajjal. Hogy most itt sétálgat mindenfelé, tehát neki így lehet fekvés idő után bekamerázott szobából így kilófrálni. Másrészt, kódzár a sajtó nyitva van? Kérdezzek még? Tudok ám még ilyeneket kérdezni. Ú, de jól nyomja a sétálást. Mi ez? Product box. Ha valaki nem tudná egyébként, hogy ez micsoda, ezt elmondom nektek, hogy ez egy terméknek a doboza. Ezt onnan lehet tudni, hogy rá van írva. Hát csak nagy a pofám, hát többet nem tudok. Jó, nyilván ezek fölött a dolgok fölött át kell siklani, bár tényleg olyan furcsának érzem. Mert most kérdés, hogy az is lehet, hogy igazából nem is hagytuk el a szobát. Tehát az is kérdés, hogy kijöttünk-e egyáltalán, vagy így csak ezt így fejünkben nyomatjuk. Nem lehet itt valamit megnézni? Ez a csávónak a rendelője, nem? És akkor itt van a DPA, ami micsoda? Azt mondja, hogy hol van írva? Department of Paranormal Act Activity. Department of Paranormal Activity. Ja, de ez az iroda, ugye? Ide hoztak be minket legelőször. Itt beszélgettünk az öreggel elsőnek. Tony. És itt pityereg. What are you doing here? It's late. Go back to bed. Jó, hogy ez lenne a lánya, aki meghalt? És akkor most lenyomunk egy beszélgetést, vagy hogy volt? Valakinek megjelentettük. Jó, a hajléktalannak megjelentettük a feleségét. Ugyanez lesz, figyeld meg. Le fogjuk neki nyomatni. Figyeljed meg. Aha, ugyanezt csináltuk a hajléktalan csávóval is, figyeld.
meg fogjuk neki jelentetni a lányát. Jó, de nem megjelent, azt csak nekünk mutatta, beszélni tudnak. És hogy kitaláltad, Karma, amúgy? Mami couldn't do anything. But it didn't hurt. Ilyen kurva életbe, ez kemény. It didn't hurt at all. You hear me? Stop it right now. We are here, Nathan. De túl vagy, még a hangja is megváltozik amúgy. We're right by your side. Helen. Viszont ez, amúgy belegondolsz, ez mekkora ajándék, hogy még egyszer utoljára tudsz velük beszélni. Always love you. Talk to me again. Jody. Make them come back. Make them come back again. I can't. They've gone. Please. Don't leave me. Don't leave me. I miss them so much. Tehát akkor ez azt is jelenti, hogy a túlvilág maga az infravilág? Tehát a halottak szelleme az infravilágba kerül? Vagy ne beszéljek zöldségeket? Viszont amikor balesetnél láttunk két csajt, ő volt az? Mondjuk, hát nem tudom. Nem emlékszem. Tehát most jön a fekete nap. Ami a sárkány barlangja után van, meg valahol a prológus előtt. The active condenser in the Republic of Kazakhstan has been destroyed and the rift is now inaccessible. We are now the only nation with access to the infraworld. This situation opens up new strategic and military perspectives. Now we're going to launch new programs to discover possible energy resources and develop military applications. We've already found ways of linking entities to human soldiers, and this is just the beginning. But 3 napra egy bőrben az nem sok, szerintem. Sőt, édeskevés. We have discovered a new world. A world for us to conquer. Már rögtön érted, valamit megtaláltunk, meghódítjuk. Elnyomjuk, igába hajtjuk. Amerikai gyarmat lesz. Hát ez csak nem volt neki, gondolom annyi pia van, ami úgy bent szokott lenni általában. Tehát gondolom, hogy zene vitt be egy rekesz bőrbön. Oda nézzi, de jó képű az a kalóz, ki ez? Jó képű kalóz bácsi, akinek nem bocsátottunk meg, bakker, mert rossz gombot nyomtuk. De majd most elmondjuk neki, hogy... Pentagon top brass getting you down? Cinikus. Ugh. Big boys and their new toys. I preferred to leave before barfing all over their carpet. Yeah, we played our part in all of this. Megbánás, közömbös, manipulált, pontosan. Manipulált. They told us we were doing the right thing. But all we did was allow the Pentagon alone to control the infra world. Így van. So what are you gonna do now? Sosem jó, ha egy kézben van bármi. Barátok, nem tudom, normális élet. Leave. Go somewhere far away. De most már akkor... Just try and lead a normal life. Mivel nem bocsátottunk meg neki, nem tudunk valahogy közeledni felé. And what about you? CIA has it all mapped out for me. Top tier, big car, golf meetings. I mean, I haven't given him an answer yet, but it's worth considering. Gyere velem. Listen. Gyere velem. Jodia. Jó. Megbocsátok. I know it's been complicated between us. And I didn't always do the right thing. You can. But maybe we could start again. Yo. You know, try and build something together. Yo. Do it. After all the stuff we've been through, maybe. Viszont milyen jó a szemfedője, hogy így eljön a füle alatt meg fölött. Elfogadja. It's worth a try. Oké.
Jaj, de romantikus. Na így viszont milyen jó, hogy nem bocsátottuk meg neki. Tehát kicsit azért kérettük magunkat. Na. Helyes, el is várom. De mikor készül el az új szeme? Nathan's looking for you. Come on, I'll take you to his office. Later, Ryan. Oh, you know what? I got a single malt in my office that needs sharing. Meet you in a few? Never say no to a single malt. Great. I see you in a bit. Let's go, Jody. Nathan's waiting. Ezek ekkora spanok lettek? Hát ez pont így ideális. Így a magasságkülönbség szerintem pont most, pont ez a magasságkülönbség az, ami kimondottan ideális. Most a kiskorúakra való tekintettel nem nagyon ecsetelném, hogy miért, de vannak bizonyos szempontok, amik alapján ezt megvizsgálva arra a döntésre juthatunk, hogy ez ideális magasságkülönbség. Most mondjam azt, hogy mindig is ilyen pasira vágytam. Amúgy én is. Elképesztő. Azért választottam a nőket végül. Óvatos. Azért választottam végül a nőket, mert nem találtam ilyen pasit magamnak. Várj, ez most itt a sűrítős téma itt bent az ablak mögött amúgy? Vagy az mi a tököm? Most jöttem, de azt hiszem, hogy nem is kell, mert túl meleg van errefelé. Hát figyelj, ide bújhatsz, ha fázol. Ennyit mondok. Többit azt magadnak kell kitalálni. Jó, de biztos nem láttad a Ryan-t, tehát azért, na. Máshogy vélekednél. All right, here we are. Call me when you're done, I'll come pick you up. Ha van egy kurva nagy katonai késed, akkor meg lehet oldani azt a szemkötőt. Bár a jó szemedre is rárakhatod. Óvatos. Annyira jó, hogy van egy kis... És ha streamben is egy átpofázok valami feliratot, akkor mire... Van időm gyorsan olvasni. Azt tudom, hogy te egy rohadt magas állat vagy. Az milyen? Jody. Vagy ki az? Az valaki? Mi az, hogy rencses? Az egy valaki, akinek olyan a szemfedője, amilyet szeretnél? Rencses. I kept my part of the bargain. Now it's the CIA's turn. Igen, most kéne szabadon engedniük. CIA soha nem enged el. A rohadt magas állatok vagytok. Valami rémlik amúgy, de nem tudom már hova tenni. Ja várj, a Wrench volt az a maszkos csávó, nem? Mi az? Elbocsátó levél? De amúgy itt akkor mindenki magas, csak én nem. Én vagyok a legalacsonyabb. Runnerka is magas. Itt egy passport. És mi van beleírva amúgy? You're now Elizabeth North. Elizabeth North. No identity and no life. Sejtettem, hogy nem az van beleírva, Jody. És ami a kérdés, mi a helyzet Papszival? Hopp, van be kis pénz is. Elizabeth North. $500,000. Hát, ez nem valami sok amúgy. That should help make a new start. Azért adhattak volna egy millát. Én elfogadom. Vissza akarta utasítani, de most legyünk már őszintén. Ez az a csaj, aki azóta már fiú. Dehogy fiú. Nézd már meg. Nem szép dolog elfogadni, de most mi a szarra? Ki az, aki visszautasítanám, hogy... Na ezért kellett volna visszautasítani. A kurva élet. A család. Wife and daughter disappeared in that accident. Igen. 15 years ago. Igen, és most azzal húzókodik elő, hogy beszéltünk velük. I cried a lot. Igen. Hanging in my head against the wall trying to figure out why. Tehát a családja miatt hajszolja ezt az egészet, hogy visszahozza őket amúgy? Never being able to hold them again. Vagy nem? Vagy elmondják még ma? That wouldn't heal. Igen. But then you came along. And I realized. Level 16.
Az jó. Ez alig kockázatom. I just couldn't see. De mezél hagyja ezt az egész infravilágos cuccon. Melyik színész se... Jó, hogy várjál, te valami... Jó, te valami ilyesmiről dumálsz. Én nem ismertem fel. Mondom, én azért hajszoltál. Én csak a zöld manót ismertem fel egyébként. Real Peace. A kurva élet. Hello, my darlings. Nem úgy néz ki, mintha jól éreznék magukat, nem? Laura, I miss you so much. Várj, de a Jody azt mondta, hogy elmentek. Ez az egyik. To see them every day. Soon we'll be together. I'm working on a modified condenser that can communicate with souls of the infrared. Meg kell ölnünk. Speaking with the dead, Jody. Can you imagine? What do you want from me? I want you to help me talk to them. I want to hear their voices. I want to tell them what I'm doing. Until I finish my research, you're the only one that can do it. Kicsit hezitálunk, hogy mi a fasz legyen. Ez jó ötlet? Nathan, they're dead. They're in the infra-world now. You cannot make them come back. Mondjuk lehet, hogy... Lehet, hogy beszélni kéne velük, és akkor elmondanák, hogy ne legyen már ekkora fasz. I haven't heard their voices for 15 years. Az, hogy beszél vele, szerintem... Since that day I heard them through a little girl. Nem akkora probléma. Mert én a... Mert amúgy nagyon szarul festenek. Olyan, mintha nem esne jól nekik ez az egész dolog, amit csinál. Na várjál, onnantól kezdve, hogy most hezitáltunk, miért nem adja meg a döntést, hogy akkor most dönthessek? Én ezzel csak időt akartam nyerni a hezitálással. Figyeld, és elküldik a francba. Hol a szeme? Nem akad fel a szeme. De. Nem, valaki más lesz az. Figyeld. Figyeld. I missed you so much. Let us go, Nathan. Ja, de ő az. You're hurting us. You've gotta let us go. Let us die. You. Fine. Helen did say that you did. Mondtam én, hogy nem esik ez jól nekik. They're being torn apart between two worlds. That's not true. You're lying. I know they want to be with me again. I know they want to be with me. De hogy nem? Érve, hideg, együttérző. Együttérzünk. I know how you feel. You know nothing about how I feel. De látszik rajtuk amúgy. Goodbye, Nathan. You find peace. Nehogy már, és akkor hagyja, hogy itt izé megbassza a családját. Vagy belátja szépen lassan. 15 évig, érted? Van ilyen, hogy ennyit meg tudja magát gondolni? Ja, hát a 500 000 az jöhet, persze. Fene se tudja, hogy most mi lesz, érted? Most ott lettek hagyva. Merre kéne amúgy menni? Hová kéne menni? Hogy csak menjünk? Aha, jó. Akkor megnézzük a liftet szerintem.
akkor meg van csinálva, hogy így megfordul a kamera, így azt mondja, hogy ne legyél hülye. Na hát ez így rendben van. Jól lementünk. Hi, Jody. Good to see you again. És még egy centet se tudtunk elkölteni. Jószuk nehéz helyzetben, mivel is? We can't let you go. És mi a faszról beszél amúgy? We can't kill you either. We don't know what you'll do on the other side. So there's only one appropriate solution. We inject you with a neuroacid, which will put you in a permanent coma. Hát miért mondják el amúgy? Miért mondják el mindig, hogy mire készülnek? A simple and elegant way to put an end to our collaboration. De miért nem ölhetik meg? Goodbye, Johnny. Azt várják, hogy Aiden nézze? We will always be grateful for your help. Nem tudom, azt sem tudom, hogy miért mondják el, meg azt sem, hogy akkor miért nem ölik meg. Anyánál se értettem, hogy miért nem ölték meg. Na már benn is ülünk a székben, fasza. De legalább valamivel be vagyunk takargatva. Most látom, a lába az nem egyesével van kiszíjazva. You opened my eyes. It was so obvious, but I didn't want to see. Igen. Help me, Nathan. I'm going to accomplish man's oldest dream. Nobody will have to die anymore. No one will ever be separated again. What are you? What are you talking about? The containment field. I'm going to deactivate it. The infraworld will spread through our dimension. Life and death united in one world. It's not just souls on the other side. It's death. I've beaten death, Jody. Everything's gonna be just fine. Most azt nem értem, hogy Aiden ilyenkor hol a picsában van megint. Everything. Ugye el van különítve, le van választva ő is. Vagy megint le van választva? Csincsunk tartományban, van, ahogy le volt. Nem, már itt van Aiden. Na, kiszedjük a kanült. You're too weak, Aiden. Akkor nem szedi ki. Find something else. Get help. Hurry. El kell menni a fekete fiúért, tehát hogy hívják? Hát hogy beforgatta? Where's the rest of your team? Vince and Nick? They have 3 months leave. Hol kell nekünk, vagy Ryan? On a beach on some island, no doubt. Hol látta viszki? Lucky bastards. Yeah, I've got a couple of emails I need to send. You mind if I do that before we crack the bottle? No problem. Okay. Bizony, bizony. És ennyi. Ennyi, hallod? Kész vagyok. Olyan agyérgörcsöt kapok. Nem tűnik fel neki, hogy kirepült az újság a kezéből? Hát akkor szétbosszuk a monitorokat. Nem, csak kikapcsolja. És nyomja tovább, hallod? Tehát ki ez a pali? You keep entities in this lab? Good God, no. They're all trapped behind the containment field. De valószínűleg nem tűnik fel neki. Aiden? Igen, én is vagyok. Is that you, Aiden? If this is a joke, it's not funny. What is it, Aiden? Where's Jody? Akkor megyünk, mutatom az utat. Here's
Show us the way. Okay, mutatom. Gyertek! Right. Now where? De hogy... De most hogy a szarba amúgy? Ja, itt látom. Nem találtam semmit, amivel tudnék interaktálni. Azaz, gyertek. Gyertek, fiúkák. Over there. Over here, yes. Várjál, hol vagyunk? Ajtó. Okay, again. Jó. You want us to take the elevator? Is that it? Persze, hogy így van, ne kérdezzél már hülyeségeket. Mint egy kutya lenne, érted? Azt szeretnéd, hogy menjünk a liften? Pedig arra kell menni, srácok. Paul Freeman, I have level 3 authorization. He's with me. Yeah, csúcson vágja, figyeld. Ryan. Sorry, Mr. Freeman, you do not have the correct authorization for this level. Maybe you could make an exception. I just want to show him. Sorry, sir. This area is level 4 classified. You do not have the right credentials. Mert az álcsúcs. Vagy tudunk neki engedélyt adni? You gotta get us past Maiden. Vagy mi lesz? Desk 42, hello. Hello? Hello? Ott is van. Négyes szintű engedély, és akkor nem lesz neki gyanúsai. Nem leszek egy gyanús, érted, hogy az előbb még nem volt, most már van négyes szintű hozzáférése. I think you made a mistake. Could you check again, please? Cole Freeman and Ryan Clayton? De csekkoljad még egyszer, fiam, mert kurvára elbasztad. Nézzük, azt mondja, Freeman ott is van. Sorry, you are on the list. Na ugye. My apologies. Go on through. Thank you. Na ugye. Hurry, Ryan. Take us to Jody. Még jó, hogy nem egyedül ment valamelyik, érted, mert akkor magában kéne beszélnie. Something moved. Jó, ezt jobban látják itt fenn. Megfejlettem épület a bolygón. Nincsen keresés. Látod? Hát de legalább az meg nem egy papírra volt felírva. Kézzel vagy egy füzetbe. Ugye már ne legyél pöcs. Ja, erre kell menni, srácok, bocs. Bocs, elcsesztem, nézzétek? Ide gyertek. Gyerünk, fiúkák. Behatolás. Na, meghoztam a segítséget. Jody's here? Na, a hümmögé, vagy valami? Jody! Get out! Nathan! He's gonna deactivate the containment field. What? Why? Why would he do that? He's gone insane. He thinks he's gonna get his family back. We gotta stop him. De érted, de az csak egy dolog. Hát attól függetlenül is amúgy... Nem tudom ebből hogyan lehet kijönni, amúgy jól. Jó, hogy menni kell. Jön, Smuti. Kurjuk! No.
van az apokalipszis. Tízik vagy ma is? Nem. Tegnap is csak Ancsi miatt voltam tízik, mert ugye neki tízik volt jó. Ezen egyik nyomjuk pedig, kurva élet, és van még egy másfél órányi meló legalább. Nagyon érdekel, hogy ennek most a csaj hogy fog tudni felszívódni a CIA-jel. Elmennek Ryan-nel a Navahókhoz. Tényleg? I ought to kill you, McGrath. But the last thing the Infoworld needs is a son of a bitch like you. Get out of my way. No, helyes. Clayton, get me out of here immediately, Clayton. Agent Clayton, that's an order. Az igen. Consider that my resignation. You're all gonna die here. We're all gonna die. I repeat. Várjátok, hová megyünk amúgy? Come on. De ők állnak ott az asztalnál? Fia, vissza tudod nézni, Runerka? Menj aludni, ha holnap korán suli. It's not working. I can't stop the condenser or reactivate the field. There's nothing we can do. Tehát aludni kell, aludni kell. Wait. There's one more thing I can try. Igen, mi az? Úgy van, de ők is beakadnak, hála Istennek, minden van, nem csak ilyen. Oké. Okay. Hordozható, de király. Jó, van itt még, bújjunk bele, baszki. Nem véletlenül van itt három. Ráadásul nem tudom, hogy a végére érünk-e. Az itt a nagy kérdés, hogy beleférünk-e a sztoriba még ma. Ha beleférünk, akkor... Tehát ha 11-ig beleférünk, akkor ugye másból már nem fogok belekezdeni. Tehát úgy lesz a stream, hogy vagy a játék végéig, vagy 11-ig. De szerintem nem lesz ma ennek még vége. Bár mondjuk akár meg is lehet. Nem mondom, ilyen 10 és fél órát olvastam. Mi az, hogy még soha senki nem járt ott? A system was designed to be activated remotely. The explosion will be practically instantaneous. Mi a fasz? We're not coming back. És ezt most kell mondani amúgy, hogy ilyen távoli önmegsemmisítés azonnal, tehát nincs benne késleltetés. Egy új ötletben jött eszébe amúgy. Szerintem ha nemet mondtál volna a szemtelennek, akkor most nem menne veled? Na lehet. Nem tudom, de hát romantikus alkat vagyok. A condenser zone is on the other side of that door. We've got company. They haven't seen us yet. It's our only chance. Jesus, I hope you're right, or our little trip into the infoworld might come to a sticky end. De most miért bujkálunk amúgy? Ezt lehet tudni? Nem azért parajtunk az elkülönítő, hogy ne tudjanak bántani? Joe, don't get too close to them. Ne menjek túl közel. Köszi. Hát ez a bal oldal nem annyira szimpatikus. Vagy most hova akarunk menni? Hát mint ha mire mondtam volna nemet a... Arra, hogy beszélhet a családjával? Hát érdekes, mert ott amúgy direkt a hezitálásra mentem. Jó, hát feláldozzák magukat. Hát azért annyira nem fura. Nyilván megmentik a világot.
De az a durva, hogy arra nem is mondtam semmit. Tehát ott arra mentem, hogy hezitálunk, hogy legyen időnk eldönteni, aztán úgy döntött, hogy megteszi. Nem tudom, amúgy érdekelne, hogy... Nem biztos, hogy amúgy, hogy olyan nagyon-nagyon sok felé szét lehetett volna vinni a végét, mint mondjuk a Detroitnak. Persze lehet, hogy tévedek. És lehetne, vagy lehetne volna, vagy... Gyorsabban, gyorsabban, gyorsabban! Hoppá, hoppácski! Hol kapja? Dehogy is megmentjük. Hát dehogy is nem bazd meg. Gyerünk, 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 hát biztos nem hagyjuk ott. Ez Grájer az ott hagyta volna gond nélkül. Meghal vagy nem hal meg? Oké, okay, meghal. You're gonna have to go on without me. No way. I'm not leaving you. Is right the item? Nem tud segíteni? The black sun, Jody. Or nobody will make it. He's right. Come on, Jody. Várját, Anna, ugye, hogy meggyógyítjuk. Hát de nem azért nem hagyjuk ott, mert ő tudja, hogy mit kell csinálni. Érted, bassz meg? Hát családtag gyakorlatilag. De most valami lehet? Él még, nem? Hát tartja a fejét. Hát ez hogy Aiden minden tőled eltölt megtett, ez a világ legsemmitmondóbb mondata volt. Én nem tudom, miért tartja a fejét. Az igen, mi ez, valami kemence? The black sun. Let's finish this. A fekete nap akkor ugye a sűrítő neve, ugye? Csak hogy így összefoglaljuk. Igen, gyakorlatilag ugye ezt láttuk fönt, ezt a homokviharszerű jelenséget az ablakokon keresztül. Ez kemény, hogy itt bóklásznak a lelkek. De mitől téved el egy lélek amúgy? Jó nagy az a terem, nem azért mondom. Csávó. Ryan Reynolds. Hová tűnt? Az ott a hasadék? Hát ezért fekete nap akkor. Grief has been
made you forget who you are. Your wife and daughter are gone. Nothing can change that. I miss them. I miss them so much. Érveljünk neki még egy picit amúgy. The condenser must be destroyed. You know it's the only way. El tudjuk cseszni, és bukhat az egész sztori? Vajon? De tudunk olyan irányba menni, hogy meghalunk, és világ vége, meg minden? Vajon? Ne kurjál már fel, tehát ezek az emberek agyfaszt kapok tőlük. Miért nem így kezdtem már rögtön az elején? Mennyit megspórolt volna mindenkinek? I missed you so much. Így kell, 15 éve ezt kellett volna csinálni, érted? És akkor nem lenne gond. You're the only one who can fix this, Jody. Do it. Ja, és akkor így... És akkor így érted, meg így odaböfögé. Amúgy, figyelj, én ezt így elkúrtam, de ha... megölöd magad, akkor minden rendben lesz. Gyerünk, csináljad. Nem? What he was looking for. Come on. De ez kurva jó, hogy kinyírat minket, csak a saját hülyesége miatt. És akkor még azt tedd meg a kedvemért. Azt kéne amúgy elhúzni a francba. Na most mi lesz? Oda nézzetek, hogy kitértünk. De jó nyomom. Ura hangos bakker. Rossz irányba nyomtam. Gyomorszájon vágott. Most már leállhatna. Úristen! Oh my leg! Mi a terv amúgy? Fucking monsters! Not this damn belt will be dead. My containment field's not working! What? You sure? Check the panel. I'm telling you, it's not working! Fuck. I gotta think. Think of something. Oda adja az övét? Amit a saját övét. You stand the best chance of destroying the Black Sun. Just take this and do it. Oh no, those things are gonna slaughter you. Take the damn belt and destroy the fucking condenser. De minket a Ájde meg tudna védeni amúgy, csak mondom. Nem? Azért reménykedtem egy egészen pici kis happy endben, ami a sajt meg a csámot illeti. Nem. Azt mondja, Runerka nem. Én mondom, hogy fogalmaz mondatokban. Erre is az a válasz. Nem. Nem tudja Ájde megvédeni? Vagy mire nem? Tényleg bele kéne erőszakolni a gondolatokat, mondatokba, és annyira jó lenne. Én olyan boldog ember lennék. They inject you with a neuro acid, which will put you in a permanent coma. Ez miért jelent itt meg ez a csávó? It's too late, Jody. It's too late. Ilyen kreatívan körbe nyomkodhatja amúgy. Ez egy szervetlen mondat. Hát nincs is túl sok mondani valója amúgy. Nem ez a falcsú szelek! Akartál neki szakítacsi! Ja igen, Karma, ezt már írtad múltkor is. Én tudom, hogy felteszik egy eldöntendő kérdést, de
De beszélek össze-vissza, és semmire nem is emlékszem soha. Meg mire egy reakció megérkezik, addigra már lehet, hogy feltette három kérdést. Meg nem is biztos, hogy a kérdésre válaszolsz. Lehet, hogy meg akarsz cáfolni egy kijelentést. I'm sick and tired of your stories. Jody, this time you're really gonna get it. Mennyivel egyszerűbb lett volna, azt írtad volna, hogy nem tudja megvédeni. Gyakorlatilag két szó kellett volna, mégis tudnám, hogy miről van szó. Calm down, Nora. És akkor most, így istán meghalunk, vagy állj, de megvéd a robbanástól. Azt beszéljük meg. For God's sake, what's going on? The twin. He strangled him. We couldn't do anything. Micsoda? I wanna see my son. Volt egy ikertesója? Aiden. Ne kúrjál föl, hogy az ikertesója az Aiden. Twin. My brother. Stillborn. Tehát akkor az Aiden... Az kemény, és mivel ikrek azért vannak összekapcsolódva. Na ez egy nagyon jó magyarázat, basszus. And hated you for years. De kemény, hogy az ikertesója. Ez... You are a part of me. Ez kurva jó, amúgy ezt nagyon jó kitalálták. Viszont... Kérdés az, hogy például... Hú, na arról ne is beszéljünk amúgy. Arma, azért az nagyon durva. Most így egy videójátékban így amúgy el van vele az ember, meg mit tudom én. Így is szörnyű. Hát de amúgy tényleg, hogy ilyen bárkivel megesik... Senkinek nem kívánom, nagyon durva. Na várj, itt mehettünk volna jobbra is, meg... Ó, bassza, meg itt mehettünk volna jobbra is, meg balra is. Being in love. I love you, Jody. Growing old. I love you. So many things I still have to do. Várj, behúztam jobbra. És amúgy nem történt semmi. De mi van balra? Mert amúgy inkább a fény felé jöttem volna. Meg mindenhova csak bekukkantunk. Ryan az miért a túloldalon volt, mert egy rohadék? Ez a mennyi és a pokol gyakorlatilag egyébként? Ja nem, az nem a pokol, az az élet. Tehát most el kell dönteni, hogy élni akarunk-e, mert hát akarunk élni. Tehát nyilván az életet fogjuk választani. Hát a túlvilág, az vár minket az élet után, a túlvilág után viszont már nem vár az élet, tehát azért... Bár... Azt sem értem, hogy most akkor miért nem halunk meg, vagy mi a tökön van? Mit gubasztottak Ryan? Mert ha ezt most jól csináljuk, akkor vár is a túlvilág egyből, nem? Van aki a... Nagyon érdekel, hogy van aki a túlvilágot választotta, így instant. Hogy hitkérdés az egész, Runerka, azt mondod? De nem a folyosó végén volt a kar, amúgy nem egy rossz gondolat. Mi
Aiden bevitte őket. We're alive. De még mindig nem vágom, hogy ki az apja, vagy ez nem érdekes? Semmilyen szinten? Aiden? Nem. We made it. Jordi, we made it. Aiden? Nem jól, belepusztult? Belehalt? Aiden, vagy... Kicsit lesz, jó. Nem tudom, ezeket honnan szedett karma, de ezek jók. Most azon gondolkodom, amikor benéztünk a túlvilágba, akkor kiket láttunk? Ott volt Papsi, ott volt az öreganyó, és ki volt a harmadik ember? Akkor van ideje regenerálódni? Nem bírja amúgy. Hát majd ráér utána regenerálódni. És kérdés az, hogy most mi van Aidennel? Fekete nap. Na nézzük, remélem, hogy nem ilyen áthúzott szarok lesznek. De a pozitívan fogadtam Ryan vallomását. Igen, ennek az elején ugye szerelmet vallott, és nagyon érdekes, hogy az embereknek csak a 37%-a fogadta ezt pozitívan. Meggyógyítottad Colt. 78%, ami azt jelenti, hogy aki nem gyógyította meg Colt, ott hagyta meghalni kint, gondolom. Tehát akkor Colt él. Ryan túlélte. Na ez minek a függvénye volt? Tehát mi az a 11%, vagy mi az, amit elkövetett az a 11%? Ők bementek vajon a túlvilágba, és akkor Ryan meghalt, kész. És nagyon durva, ami számomra nagyon meglepő, hogy az embereknek, a játékosoknak csak a 82%-a választotta az életet. Többi azt mondta, hagyjuk a faszba. A lóvé, külön itt van a lóvé is. Az embereknek közel a háromnegyede elfogadta a lóvét. Tehát az egynegyede úgy volt, hogy $500,000, nem csak ugye elmegyek a világba pénz nélkül, szevasztok. Meg sikerült Dawkins meggyőzni, háromnegyed. És most gondolkodom, hogy hogyan jön ki a matek, hogy az emberek 96%-a leállította a napot. Az hogyan össze ez a 96%-os leállítás a 89%-os Ryan túléléssel? Tehát akkor van olyan opció, hogy leállítjuk a napot, de Ryan meghal? Na, ahhoz mit kellett volna csinálni? És itt van az epilógus. A prológus után. Mert ugye a végén kezdtük a bevezetést. Miután az életet választod. De ha én a... Ever since the Black Sun was destroyed. Nem tudom amúgy. My memory has been disintegrating. Bomlik. I spent too much time on the other side. Now it's eating away at my mind. Erasing what's left of it. My memories are all confused. Szerintem csak post-covidos. Fading like a dream when you wake up. I'm losing my sense of time. Mondom, tiszta post-covid, mint ha rólam beszélne. What happened before or after. Everything's playing inside my head at the same time. It's like watching the same film looping over and over again. A chaos of images. Itt milyen szépen meg van csinálva az arcom. So I've been writing night and day for weeks.
trying to put my life down on paper. Jó, ja, na ez jó ötlet, hogy leírja, amire még emlékszik. These pages will be my memory. Na, ez... 3 months after the fact, the investigation continues. In an effort to determine the cause of the accident that cost 283 lives on a Pentagon military base. 283 ember. Government representatives confirm that the authorities are working hand in hand with the investigators to shed light on this appalling tragedy. The CIA is leaving me alone for the moment. Hol a Ryan? I suppose they're too busy building another condenser to worry about me. I know they'll never abandon their experiments. Now that they know what's on the other side. Honestly. Mindjárt előjön az erdőből, figyeld. Hozza a tűzifát. Now I need to reconstruct my life. Nem újra kell építeni az életét. Fel kell építenie. Ja, igaz történet alapján. For as long as I can remember. I dreamt of living without him. A medve hozza ő a szá... medve hozza őt a szájába, mi? Az is lehet, hogy Kratosszal költözött össze. I've never been so unhappy in my life. I feel like part of me has been amputated. Crying all day. Hát az nem túl jó ír. I know it's stupid. Most próbálom nézni, hogy utal-e valami arra, hogy ketten élnek itt amúgy. I miss him so much. Ugye van két párna, de az nem tudom, hogy mit jelent. Tehát, hogy egy embernek szokott lenni két párnája? A nagy az ágy? Na, itt van Cole, akkor megmentettük Cole-t egy az egyben. De nekem nagyon úgy tűnt, hogy akkor ő mégse költözött össze Ryan-nel. Ott a levél, hol Freemannek, feladó pedig senki. Nem tudom amúgy. Ó, princess. Ennyi? Ez ennek üzenetértéke van azon túl, hogy így azonosította magát? Vagy ezzel tudatta, hogy él és virul? Of nothing passing by. Then I woke up. I knew it was time. Time to start again. To build a new life. Zoe, Jay, Ryan. Most el kéne dönteni, és mennyi időt hagy itt gondolkodni? Hát csak a Ryanre kéne rámenni, nem? Tehát most elmehetnénk a hajlékony lányhoz. Ugye, vagy eleve maradhatunk egyedül, én azt kizárnám. Elmetnénk a hajlékony lányhoz, ami nem annyira jó, mindenféleképpen kéne egy pali. A kérdés az, hogy Jay vagy Ryan. Én rámennék Ryanre, mert amúgy agy minden összeköt minket, nem? Na visszanőtt, persze visszanőtt, nem ez egy régi fotó alapján készült. Menje Ryan, nem? Dimenziókon átutazó képességem. De attól, hogy dimenziókon utazol, attól még Kratos nem létezik, vagy lenne másik dimenzió? Én most Jay, az senki. Most a csaj jó fej, de most mit akarunk? Hát Ryan, hát olyan dolgokon mentünk együtt keresztül, hogy... Csak Ryan jöhet szóba igazából. Meg gondoltam, valaki ír valamit amúgy. De muszáj a saját szívemre hallgatnom. Mondottam, megbeszéljük. Hát, ha valaki mond valamit, veletek nem lehet beszélgetni. I've been alone and sad for so long. I'd forgotten what it was like to love someone. Hát, hogy nem nőtt vissza. Az egy régi igazolványfotó volt, amit előkutatott a szanaszét hulló emlékezetéből. Viszont érdekelne, hogy miből van a lépcső, mert nem úgy van kibetonozva. Hát lenne rá esélye, hogy neked ugrana Kratos.
És akkor ez a befejezés, ez elég romantikus. Hát azért meg lett a happy end, na. We traveled as far away as we could. Ó, várj, van itt valami. I had to learn to love again. To put my trust in someone to stop. Majd még... Running away. Na majd még, várjatok. In short... De úgy lehet, hogy az lesz tényleg a lezárás, amit írsz. Hogy így... Születik egy gyerek, aminek lesz képesség és kész vége a sztorinak. Nem szeretem amúgy, amikor egy történetet így zárnak le. Nem is feltétlenül kell specialnek lennie ahhoz, hogy öröklődjön. Igen, de egyébként pont erre akartam kiukadni, hogy először, meg tudom itt állítani, először felvezették azt a dolgot, hogy ugye az anyja is rendelkezett képességekkel, ilyen különleges képességekkel, meg az apja is. Ezért nagyon különleges gyerek lesz, aki születni fog, de ezt nem örökölte ezt a képességet. Igazság szerint, tehát engem tudna érdekelni, most az anyja is egy halotti kerrel született, meg az apja is? Mert hogyha nem halt volna meg az Iker testvére, nem lett volna meg a képessége, pedig amúgy egy-egyben arra mentek, hogy azért lesz nagyon, nagyon különleges, mert hogy mind a két szülő rendelkezik ilyen képességekkel, de hát akkor ez mégsem ilyen genetikai úton öröklődött nála. Sőt, igazából nem is öröklődött, ez csak úgy létrejött véletlenül. Ha csak nem megfojtott a direkt, én nem tudom. Na jó, persze ott szeretkeznek a homokban a tengerparton, nem? Az a kérdés, hogy sütnek-e valamit? Mert ha nem sütnek semmit, akkor miért gyújtanak tüzet amúgy? Mert nem úgy néz ki, mintha ideg lenne. Bár mondjuk a tűz amúgy is jó, az hangulatos. Na, tudunk mozogni? Azt hittem, tudunk mozogni valamerre. Hoppa, egy kókuszdinyó. Úristen, Aiden! Aiden leverte, figyeljed! Aha. Bizony, hogy igen. És ez lesz a lezárás, hogy nem tudjuk meg. Még itt vagyok. Azért ezt... Ja, akartam mondani, hogy azért ezt feliratozhatták volna. Akkor meg se kérdezem, hogyha még itt van, akkor... Hová tűnt el ennyi időre? Hónapokig csak sírt, arról volt szó. Azért az a kókuszdió az jó messziről gurult ide. Főleg ha azt nézzük, hogy oldalról jött. I see things at night. Ó, és még nincs lezárva, na. Terrifying things. Milyen? Na, ez tiszta apokalipszis. És a jövőt látja, figyeld. Egy hónapokra elvesztette volna? Ez egy csodálatos jövőkép. Mi meg valószínűleg még itt a globális... A globális felmelegedés miatt aggódunk. Nem amiatt kéne, úgy tűnik.
Ellen Page. Nézzük csak meg Anshint, miket írt? Anshin üzenetei a chaten. Elliot Page, Ellen Page Anshin. De majdnem eltaláltad. Te idióta! Vagy hogy átműtette magát és azért? Mi az, hogy ez ugyanaz? Ez egyik a régi neve, a másik az új. De hogy lettél ti érdekes, te idióta amúgy? Majd a közben én gondolkodom itt valamin. Ja. Kilépek innen, akkor a zene megy tovább. Várjatok egy pillanat. Mindjárt megpróbálok egy kicsit trükközni, hogy itt halkabb legyen. Ugye megnézem, meg tudom azt csinálni, hogy ezen a színen halkabb legyen, de máshol ne. Nem látok itt hangra kapcsolatos szűrőket. Itt miért nem lehet semmi audio szűrőt hozzáadni egy csoporthoz? Ja, gúd, de nem a jó, le is lesz tiltva amúgy. Ó, van, na, nem kell bántani. Egész hamar ki is találtam, de ilyen csúnyán beszélni. Chroma color grading. Most de azt nézem, hogy nem tudok én olyan beállítást csinálni, hogy az egyik színen alkabb legyen a gémit a másikon. Ennyi volt, és itt a credits után mi lesz, azt nem tudom, az majd ki fog derülni. Azt majd meg fogjuk látni, mi újság van vele. Azt még kivárjuk, és akkor utána könnyes búcsút is veszünk egymástól egyébként. Rajcok, meg... Várjuk, akkor ezt kivesszük. Kitöröljük meg. Szerintem ezt lehet, hogy átállítjuk ezt a Spectralizert. Ilyenre. Nem? De... Ilyenre. Na, ez lehet, hogy ilyen... Vége lett, igen. Ez meg így túl magas. Igen. Jézusom. Ez miért volt kiakadva, azt lehet tudni. Amúgy szia neked is. Na, azt mondja... Ja, én nem tudom, de ezt már amúgy több ízben észrevettem, hogy így amikor megy az elköszönés rész, akkor így a Twitch az így elnémítja a végét. De csak a VOD-on. Legalábbis gondolom, hogy arra... Ez most miért ennyire érzékeny? Hát akkor most nem lesz itt szűrő állítva, majd egyszer talán...
Amúgy tegnap, nem tudom, ja igen, tegnap Wildlands-eztünk Onsinnal. Fél óra várakozás? Egyébként azt bírom, múltkor nem tudom, hogy nem tudom, hogy melyik játékot nyomtuk, de ez milyen király volt, hogy meg lehetett pörgetni a kreditszet. Én már megszoktam, de ezért az nem köszön sehol. Másról is találkozunk. Nem köszön. Letagad, meg ilyenek, nagyon durva. Minek az jó kérdés? Az, hogy valaki nem köszön, az egy dolog, de az, hogy vissza se köszön. Hát... Na nézzük. Viszont ez nem szép dolog a játékban, amúgy alapvetően. Egy visszateszük ilyen nagyobba. Ez nem olyan szép dolog, hogy csak a velem egyezőket mutatja meg. Tehát érted, van összesen 5 opció. Most tudom, hogy az 5-ből 1-40, de hogy a maradék 60, az hogy oszlik meg? Tehát most az a gondom ezzel, kicsit olyan, mint a Detroit, hogy így ha érdekel, akkor játszad újra. Annyira nem érdekel, meg a Detroitban is az volt amúgy, hogy így ugye dezertek az unszolására, így néztünk így más dolgokat, és ott is amúgy azt éreztem, hogy amiket így döntöttem, így az volt a jó. Az, hogy utána így beleláttam másba, meg lehet, hogy pozitívabb lett volna, hogy összességében kevesebb volt a tragédia, de nem volt annyira jó. Úgyhogy érdekes. Egyébként van, aki szereti, meg most érted, annyira amúgy nem izgalmas a dolog, de legalább lenne egy ilyen opció, hogy el tudom dönteni. Mi újság van? Ja, vissza kéne kattintani a játékba. Nézzük tovább. Ennyi. Ennyi, hát akkor nem volt semmi a végén, srácok. Akkor viszont ennyi volt a móka mára. Nem is emlékszem én már a nevekre. Nem sok mindenkit öltünk meg. Alice nem halt meg. Meghalt. Nem, Alice nem halt meg, nem? Idegesít? Azért csináltam, hogy idegesítsen. Biztos benne. Mondjuk lehet, arra gondoltam, hogy amúgy lehet, hogy onnan leveszem és berakom egészen az aljára. De hát el kell búcsúznunk. Így van, Runerka már tudja a lényeget, mert rohannom kell. Sok a dolog, srácok, úgyhogy akkor mára ennyi. Tökő, én azt hittem, hogy bele se fogunk férni egyébként. Holnap viszont akkor megy a Below Zero, este 8-tól. Köszi, Mössze, hogy itt voltatok. De jó, hogy most sem voltam itt. Hát amúgy fáj a szívem, vagy hát fájt a szívem, most már egyre kevésbé fáj. Most már kezdem megszokni a hiányadat, de mindegy, ne is törődj velem. Ja, úgyhogy köszönöm össze szépen, hogy itt voltatok, srácok. Holnap este 8-kor, akkor nyomjuk a Below Zero-t. Addig is tudjátok nagyon jól. További szép estét, nyugodalmas jó éjszakát, srácok. Jók legyetek, szövasztok!